Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Ismét változatos összeállítással készültünk a mai sportmagazinba. Kivételesen ezúttal nem lesz stúdióbeszélgetés, viszont négy tudósítást is láthatnak a bajai sportéletből. Lesz szó labdarúgásról, kosárlabdáról és futásról. Vágjunk is bele! Szombaton immáron a negyedik alkalommal rendezték meg a korintosz.hu ultrafutóversenyt, melynek keretében Szekszárdról Bajára futott a népes mezőny. Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, így minden adott volt egy tökéletes versenyhez. Végül az is lett belőle. Négy évvel ezelőtt egy maroknyi futó teljesítette a Szekszárd és Baja közötti 81 kilométeres távot, míg most szombaton már népes mezőny rajtolt el a Tolnai megyeszékhelyről. Mind a férfiak, mind pedig a nők között több nagy név is volt, így remek versenyt vártak a szakértők. 2017-ben Rudolf Tamás. A férfiaknál címvédés történt, hiszen a nagykanizsai Rudolf Tamás a tavalyi siker után az idén sem talált legyőzőre, és megnyerte az egyéni versenyt. Tavaly már részt vettem a versenyen, akkor sikerült győznöm, és most sikerült megvédenem a címet. Az ideje az nehezebb volt, mint a tavalyi. A Molnár Petivel nagyot meccseltünk, 70 kilométerig jöttünk együtt teljesen, és akkor sikerült elépnem tőle. És most az időeredményem az új pályacsúcs lett. Milyen volt a pálya? Hát a pályát ezt ismertem tavalyról, igazából sík végig. Én inkább jobban szerettem a terepet, ahol fel le kell futni, de most ez egy ilyen verseny, ilyen pálya, ezen kellett jót futni. Molnár Péter néhány perccel a győztest követően ért célba. A kiváló futó nem titkoltan azzal a céllal vágott neki a versenynek, hogy megszorongassa az ország egyik legjobb ultrafutóját. Kemény volt. Hát 70-ig úgy szódával elment, szóval tényleg jó volt. Ott egy kicsit besavasodtam, lenyomtam magnéziumot, az meg megkavarta a gyomromat, és akkor ott egy kicsit így lehúzták a rolót. De küzdős volt a vége. De hát tudtam azt, hogy elején eléggé bekezdtem, nem vagyok ilyen gyors futáshoz szokva. Ugye a hatnapos futásomat nem kellett így tolni, és hát azért kemény volt az eleje. És próbáltam, tudtam azt, hogy Tamás tavaly 20 környékén már elvesztettem, és onnan nem is láttam többet, úgyhogy most próbáltam vele a lépést tartani. Volt egy pár ellenőrző pont, amikor előtte voltam, hát aztán a végén ő jobban bízta. Milyen volt a pálya? Milyen volt a vonalvezetés? Mennyire vagy elégedett a most kialakított pályával? Hát eltévedéssel gond nem volt, mindenkinek ugyanolyan volt a pálya, mármint semmi gond nem volt benne, engem nem zavart a némi terep se, aszfalt, hát jó cipő kell, ennyi, szóval egy jó futónak tök mindegy milyen a pálya, azon kell menni, ami van. Az időjárás a szebbik arcát mutatta, hiszen a hétközben tapasztalt kánikula helyett ideális időben futhattak a sportolók. Igen, mindenképpen ez sokat számított, hogy nem volt olyan meleg, de hogyha meleg lett volna, igazából akkor is mindenkinek ugyanaz az időjárás, szóval ez nem azt nem szoros, de biztos, hogy akkor egy gyengébb időeredmények születtek volna. Jövőre jöhet a harmadik? Persze. Igen, jöttem a pályán, 20-22 fok volt, most egy kicsit kisütött a nap, de ez még nem zavarja a futókat. Minden állomáson van jég, tudják magukat hűteni, tehát szerintem ideális idő van a futáshoz. Létszám tekintetében csúcsot döntöttünk? Csúcsot döntöttünk elég keményen, 137 egyén is, és 40 váltó indult el végül is a rajtán. A hölgyek egyéni versenyét kisebb meglepetésre Mag Erika nyerte. A párosok között nem volt ennyi izgalom, a révész turinnyi duó végigvezetve maga biztosan szerezte meg a kategória első helyét. Izgalmas volt egyébként, nagyon jó a kezdődött, hál' Istennek, mert az időjárás azért a kegyeibe fogadott minket, úgyhogy erre nem lehetett abszolút panaszunk. Az útvonal az csodálatos volt, itt Baja az fantasztikus, úgyhogy imádtam az összes kilométerét, főleg itt a sziget, ez valami csoda, amit itt fogadott minket, úgyhogy csak jót tudok mondani. Az első 23-at futott a Tomi, aztán én futottam középső szakasz, kb. 40-et, és az utolsó befutót szintén a Tomi csinálta. A célba érkező futók mindegyike megemlítette, hogy a szervező csapat tökéletes munkát végzett, akik így büszkén fogadhatták a gratulációkat. Az útvonaljelölés nagyon jó volt, a frissítőpontok nagyon jók voltak, a bringás kísérő szintén nagyon jó volt, úgyhogy nincs panasz.
Elégedett vagyok, de még megvárom a este 6 órát, és akkor tudom majd nyilatkozni 100%-osan. Így izgulok még természetesen, hogy minden rendben legyen. A mezőny vége még 51 kilométernél van, az eleje beérkezett, tehát még 30 kilométer van hátra, és hát a többen még kint vannak természetesen. Te is kint jártál a pályán, most már visszajelzéseket is hallottál azért. Mik a vélemények, vagy mi a te tapasztalatod? Hát a frissítése 100%-ig mindenki elégedett, de hát igyekeztünk is. Mind a hároman futók vagyunk, és hát amit mi szeretünk frissíteni, azt tettük az asztalra, és hát én igyekszük a minden futónak az igényét kielégíteni. Tehát felsorolhatatlan, hogy mennyi minden van az asztalon, kalcium, magnézium, só, paradicsom, őszibarack, alma, dinnye, tehát nem tudom felsorolni, mert tényleg rengeteg minden. A sok munka azonban ezúttal is elérte a célját, hiszen a mezőny nagy része úgy távozott Bajáról, hogy egy év múlva ismét eljönnek majd a korintosz.hu ultrafutó versenyre. Elvileg igen, elvileg terve. Hát ugye az elsőt azt én kihagytam ebből a futásból, mert nekem pont akkor volt egy hosszú futásom, és az azért 2680 kilométer volt, azt ki kellett pihenni. Úgyhogy az első elmaradt, a többi hármom, illetve hát a utóbbiakon voltam, jövőre tervezem, majd meglátjuk, jövőre tervezek egy spartatlont. Hát ez így pont jó időben van előtte, úgyhogy bár jövőre is terve van ismét a hatnapos is, azt majd meglátjuk jövőre, mennyire heverem ki. Most úgy aránylag sikerült. Hát még a jövőről nem beszéltünk, most még szerintem egyelőre kifújjuk magunkat, és megpróbáljuk el feldolgozni, meg értékelni ezt a mai eredményt. És hát csodálatos a hely, tehát én nagyon nagy szívesen és örömmel jönnék vissza. Hát nyilván majd meglátjuk. Egyedüli felnőtt férfi labdarúgó csapat maradt a városban a Baja Szent István. A megyei harmadosztályba visszacsúszó Szent Istvániak javában készülnek a bajnoki rajtra, ami majd a jövő hétvégén lesz. Stábunk az egyik edzésen látogatta meg Szólik Gábor együttesét. Edzésre érkeznek a labdarúgók a Szent Istváni pályára. Története leggyengébb bajnoki szereplését követően a Szent Istvániak a nyár elején elbúcsúztak a megyei másodosztálytól, a hamarosan kezdődő új idényben már csak a harmadosztályban rúghatják a bőrt. Ennek ellenére a keretben bizakodó a hangulat. Szerintem jó munka ahhoz képest, hogy elvileg sötét korszak, igazából edzéseken vagyunk, 10 páran, szerintem nem érzem úgy, hogy az lenne. Igazából a cél az, hogy minél előrébb végezzünk, a bajnoki cím ugye legfőbb, hát ha meg lehet valósítani, akkor az, de szerintem az elején végeztetünk a csoportnak. Kik lehetnek a legnagyobb riválisok, gondolom azért, mert végignéztétek a 12-es listát? Hát a tavalyi idény alapján a Kumbaját végig, hogy az lehet Gara, meg Dunafalva, aki annak gondolunk. Szerintem ez mindenkinek a számára érdekes volt, ez az egész szituáció, ami van, hogy mi vezetett idáig, ebbe mondjuk nem látunk bele valójába, bár én, amikor elkezdtük a felkészülést, és összejött a csapat, akkor jópofa módon azt mondtam én is, hogy mi vagyunk az egyes számú csapata a városnak. Ugye, hát ennek megfelelően mondjuk sajnos ez a megye 3, ez nem éppen a legjobb kor jött, mert ugye az elmúlt évek során akárki is
volt utolsó, ebből az osztályból senki nem esett ki, kivéve most ebbe az évbe, a lehető legrosszabbkor jött. A rutinosabb játékosok természetesen hatalmas kudarcként élték meg a kiesést, ami miatt dolgozik bennük a bizonyítási vágy. De senki nem szeret kieső csapatban szerepelni, ez természetes. Annó én úgy jöttem ide, hogy több játék lehetőségért, Gabi azt ígérte, annyit játszok, amennyit szeretnék. Gyakorlatilag az egész idént végig kellett játszanom a kevés játékos miatt. Hát az elmúlt idén, hála Istennek, az öltözői hangulata nem nyomta rá annyira bélyegét, úgyhogy jó hangulatba készülünk. Mindenki úgy indul neki a bajnokságnak, hogy mindenféleképpen az első évben szeretnénk visszakerülni Megye 2-be, bár tudjuk, hogy hiába Megye 3, az utolsó osztály, de ez nem lesz annyira egyszerű, mint ahogy sokan gondolják. Én fél évkor talán poénként próbáltam elsütni, hogy próbáljuk 100%-kal túl teljesíteni az őszi teljesítményünket. Ugye nem lett volna túl nehéz, mert 3 pontot szereztünk az ősszel. Sajnos ez sem sikerült. Aki azért folyamatosan járt a meccseinkre, vagy figyelemmel kísérte a csapat összeállítását, az azért látta, hogy a játékos keretünk az nagyon gyenge volt. Tehát lehet szépíteni a dolgokat, de gyenge volt nagyon a játékos keretünk, tehát akkor, amikor elmentünk Mékútra, és 3 kapussal álltunk ki, tehát az azért eléggé nehéz időszak volt nekünk, és ennek megfelelően ugye már akkor, amikor vége volt a bajnokságnak, tehát szó sem volt Megye 3-ról, tehát itt a Megye 2-re készült mindenki, akkor teljes egészében arról volt szó, hogy be kell erősíteni, meg kell erősíteni a játékos keretet, mert azért az is járhatatlan út volt a tavalyi év folyamán, hogy folyamatosan hívogatni kellett a játékosokat, hogy 11-en összejöjjünk. Úgy néz ki, hogy azért az igazolások sikerültek, tehát most jelen pillanatban 5 olyan játékosunk van, aki új igazolás, és aki már korábban azért letette a névjegyét magasabb osztályban is. Szólik Gábor a vezetőséggel egyeztetve arra az elhatározásra jutott, hogy alaposan meg kell erősíteni a keretet, hogy a Szent István 1 év múlva ismét megyei másodosztályú csapat legyen. Ennek érdekében sikerült több meghatározó játékost is Szent Istvánra csábítani. Ugye nem újdonság az, hogy a Gyenei Tamás, a Vedeleg Zoli, a Pintér Roli, illetve a Holzer Csaba, akik ugye nyilván a BLS-ében János Halmában játszottak, illetve úgy néz ki, hogy nagy visszatérőként az Onhaus Erik is jön, valamint Vaskútról még a Rebenszki Laci, aki nálunk kezdte meg a felkészülést, illetve még Szegedről jött a Pokker Zoli, ő az iskola mellett próbál egy kicsit még mozogni. És gyakorlatilag ezzel az 5-6 játékossal azért sikerült megerősíteni. Én úgy hiszem legalábbis, hogy sikerült számottevő mértékű erősítést végrehajtani. Elnök úr azt mondta, egyetlen egy eredmény tud elfogadni a bajnoki címet, mennyire értesz ezzel egyet? Azért a Megye 3-ban sem adják ingyen majd az aranyat? Igen, tehát ezt én elmondtam, hétvégén a játékosoknak játszottunk edzőmérkőzést, hogy azért a Megye 3-at ne írjuk le, mert általában azért a néhány kiöregedő játékos az azért a Megye 3-ba szokott levezetni, és nem azokról van szó, akik esetleg máshol már nem jutottak volna szóhoz, hanem egyszerűen úgy vannak vele, hogy vagy nem bírják vállalni a magasabb osztályban az edzés munkát, az edzés mennyiséget, és akkor úgy vannak, focizni szeretnek, elmentek egy alacsonyabb osztályba, tehát nem lesz ez sem egy sétagalop. Tehát itt senki nem fogja olcsón adni a bőrét, és én úgy hiszem, hogy hétvégén a csávói edzőmeccsen képet is kaptunk erről a dologról. Ugye az első fél időben 3-0-ra vezetett a csapat, aztán a második fél időben, mintha úgy gondoltuk volna, hogy teljesen frankó az egész, kimegyünk újra a második fél időre, és akkor elgázoljuk ezt a csapatot. Rúgtak egy gólt, találtak egy gólt, és utána egyszerűen nem voltunk egy súlycsoportban. Tehát teljesen lenulláztak bennünket, kiegyenlítettek 3-3-ra, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kicsi múlott az, hogy nem is kaptunk ki. Tehát itt a játékosok mindjárt képet kaptak arról, hogy azért, ha az első fél időben nem döntjük el a meccset, nem úgy történik meg ez az egész, hogy
hogy gyakorlatilag a második félidőre az ellenfeleknek már ne nagy kedve legyen kijönni játszani, és ne talán egy szoros mérkőzésen még szorosabbá tudják tenni az eredményt, akkor ott nagyon-nagyon meg kell küzdeni a győzelemért. Nagyon bízunk benne, a 3-4 meghatározó játékos jött ugye környékből, sajnos megszűnt bajából is. Azt úgy mondom, sajnos hát nagy múltú bajából, ebből szerencsénk van, középpályán és csatásokban jelentősen erősödtünk, úgyhogy ez biztos, hogy jót fog tenni a csapatnak. Milyen képet kaptál a felkészülési meccsek alatt? Van még javítani valónk, nem szokott össze a csapat, főleg itt középpályán az irányító még nem annyira érzi azt, amit nem annyira nem ő érzi, hanem nem érezzük azt, hogy ő neki mi lenne a játéka, de szerintem nem lesz hiba. A gárda ugyan már lejátszott néhány felkészülési mérkőzést, azonban ezeken rendre foghíjas kerettel állt fel Baja egyetlen felnőtt csapata. Most vasárnap a Csávoly elleni hazai barátságos mérkőzésen azonban várhatóan már mindenki rendelkezésre állhat, így Szólik Gábor is képet kaphat róla, hogy hol is tart a felkészülésben a csapata. Kaphattunk képet, ugye, de hát hiányoztak is játékosok, nem feltétlenül a kezdő csapat állt össze, de szerintem Jó csapat jön össze, jó csapat lett. Azért régebben tudva lévő volt az, hogy 11-en jöttünk össze egy hétvégére, tehát mindenki megkapta a kezdő számú mezét, tehát ebből adódóan nem igazán volt fontos az edzés látogatottság számukra. Volt olyan, amikor az ifjúsági edzővel ketten ültünk lent itt a pályán, mert egyetlen egy játékos sem jött le. Ezzel szemben most, amikor megerősödött a csapat kerete, és rá kellett jönni sok játékosnak arra, hogy itt most csak az fog labdába rúgni, illetve annak van lehetősége, aki edzésre jár, edzésen úgy teljesít, ahogy azt elvárják tőle, illetve mérkőzésen is maximumot kihozza magából. Tehát volt olyan edzésnapunk, amikor 21-en voltunk edzésen, és most is úgy néz ki, hogy 12-14 játékos szinte minden edzésen itt van. A bajnokság majd augusztus 26-án a Kumbaja elleni hazai rangadóval indul. A focisták mellett a kosarasok is készülnek az új bajnokságra. A Bácska számára rosszul sikerült az előző idény, így a klubnál mindenki javításra készül. A keretben történt némi változás, új játékosok pattogtatnak a tréningeken. Megszokott otthonukban, az MNAMK sportcsarnokában edzettek kedden este a Bácska kosarasai. A csapatból többen hiányoztak sérülés vagy munkahelyi elfoglaltság miatt, azonban akik ott voltak, azok lelkesen végezték a feladatokat. A keretben több új játékos is felfedezhető volt, egyikük a Bonyhádról Bajára érkező Sinisa Ugrinics volt. Én nagyon szeretem, amikor ilyen ambíciós csapat van, és hol lehet nagyon sokat fejlődni, és biztos vagyok, hogy bajai csapat van, és próbálok legjobban kihasználni a lehetőséget. Milyen közegbe csöppentél, milyenek a társak? Hát most volt csak pár edzés, de most minden tökéletes volt eddig. Sinisa mellett Kovács Barnabás is a bajaiakkal készül, ő korábban Győrben és Békésen kosarazott. Ezzel azonban még nem ért véget az igazolások sora, a Bácska vezetői egy igazi nagy nevet is szeretnének Bajára csábítani, ennek az ügynek azonban még nem került pont a végére. Úgy néz ki, hogy az Ugrinics Sinisa, aki Bonyhádon volt korábban, ővele megegyeztünk, ő nálunk fog játszani, ilyen 1-es-2-es poszton bevezethető, szerintem elég gyors védekedésre is tudjuk használni, hát majd meglátjuk, hogy valóban evés próbálja majd meg igazán, hogy mire lesz képes, de én remélem, hogy hasznos tagja lehet a csapatnak. Akkor még van ugye egy kecskeméti születési nevelési fiú, a Kovács Barnabás, ő korábban Győrbe, illetve Békésen játszott, egy ilyen 194-5 centis fiú, bedobót játszik, jó keze van. Ővele még egyezkedünk, nem tudom, hogy igazán mi lesz a vége, de nyilván, hogy mivel túl sok felnőtt játékosunk nincs, így valószínű, hogy szükség lesz rá. Vége az erősítéseknek, vagy gondolkodtok még úgymond? Hát azért még vannak ilyen titkos reményeink, azt még nem szeretném elkiabálni. Ha sikerülne, akkor nagyon tudnánk lépni afelé, hogy igazán jó szerepeljünk. A tavalyi gyenge szereplést követően minden esetre nagy bizonyítási vággyal készülnek a Bácska játékosai. Igazán azzal kezdtük a beszélgetést, mikor összejöttünk itt a szezon elején, hogy valahogy helyre kell hoznunk ezt a úgymond kudarcos szereplést, amit az elmúlt szezonban produkáltunk. Most persze benne volt itt a rájátszásban, eléggé el is fogytunk a sérülések miatt, és hát ugye tudtuk jól, hogy kibővítik az NB1-t, sajnos arra esélyünk nem volt, hogy a felsőházba kerüljünk. Hát majd most az idén igyekszünk
minél közelebb kerülni ahhoz, és adja Isten, hogy esetleg sikerüljön is, hogy feljussunk. Szerintem ez nem is annyira nagy baj, mert erős csapatunk lesz, és biztos vagyok, hogy visszajövünk a B-be. Szerintem ezzel nem lesz baj, csak jó kell edzeni, és akkor ezzel minden jó lesz. A tervek szerint a következő hetekben felkészülési mérkőzéseken is pallérozódik majd a csapat. Felkészülési meccseket a Bonyháddal egyeztettünk, hogy ilyen hétközben játszunk ilyen oda-vissza egy-egy edzőmérkőzést, illetve a Pécsnek az U23-as csapatával, valamint most e hónap 25-26-án Nagykőrösre megyünk egy tornára, ahol a Hódmezővásárhely, a Nagykőrös, egy szlovák csapat, meg mi veszünk részt. Hát nyilván, hogy egy ilyen felkészülési mérkőzések kell jelent ahhoz, hogy még ilyen bajnokságot úgy kezdjük, hogy mégis valami támpontunk legyen, hogy mit tudunk játszani. A bajnokság szeptember 16-án kezdődik. Búcsút inthetünk a Bütykösnek. Zölden pompázik a szigeti labdarúgó pálya. Hetek, hónapok óta tart a felújítása a pályának, a munkálatok a végéhez közelítenek. Hamarosan már a labda pattoghat a kiváló minőségű játéktéren. Szinte minden bajai labdarúgónak vannak emlékei a szigeti Bütykös pályáról, évtizedeken átkészültek a csapatok a nem éppen ideális körülmények között. Aki ma lemegy a pályához, az bizony rá sem ismer a játéktérre és a környezetre. Az MLS TAO pályázatának és önkormányzati, valamint szponzori támogatásnak köszönhetően hónapok óta zajlik a felújítási munka a szigeten. A talajmunkákat követően alácsövezték a pályát, automata locsoló rendszert telepítettek, majd pedig lefektették a vadonatúj gyepszőnyeget. A műszaki átadás olyan szinten már megtörtént, hogy átvettük a kivitelezőt, illetve az MLS-től átvettük egyelőre csak a pályát, illetve a pályát, az öntözést, a fűnyírást. Tehát ennyi, amit megkaptunk, illetve a világítást vettük még át. De hát ugye itt azért van még sok komoly munka, illetve hát még itt látszik a pályán, ugye nincs felfestve, kapuk nincsenek. Tehát valójában az igazi átadás az olyan szeptember vége, illetve október elején lesz, mert itt a pálya környékén még, illetve a korláton kívül és a kerítés között, ugye van még ez a töltés, amit el fognak hordani. Ezt el fogják hordani, azt hiszem fel lesz itt töltve majd itt, ahol a lóverseny szokott lenni, és utána lesz igazából átadás. Az MLS részéről is teljes egészében, amikor fel lesz festve, szintén a kapuk, ahogy mondtam is, kapuk föl lesznek rakva, és akkor lesz valójában az átadás. A tervek szerint szeptember közepén a kapuk is a helyükre kerülnek, és a pálya vonalazása is megtörténik. A régi villanyvilágítást lecserélték, és nagyobb teljesítményű reflektorokat szereltek fel. Akkor lesz minden, tehát akkor lesz vége igazából itt mindenféle átadásoknak, és akkor már a gyerekek használhatják a pályát. Hát majd az elején meg egy kicsit kímélő tempóban, ugye azért az már az őszbe fordul a történet, ugye időjárástól, de szerintem akkor már teljes egészében tudják majd a gyerekek használni. Megkérdeztük, hogy azért ez a pálya mi az, amit elbír, ez ilyen heti 10 és 15 óra között mozog, hát most időjárástól függően természetesen. Mindenki használhatja? Természetesen, úgy, ahogy eddig is használhatták ugye az egyesületek, tehát az utánpótlás nevelő egyesületek, ezek ugyanúgy használhatják természetesen. Korábban a testületi ülésen és az egyik közösségi oldalon is szóba került, hogy a futók, illetve az atléták használhatják-e a kerítéssel körbevett létesítményt. Nos, erre is rákérdeztünk az üzemeltetőnél. Így igaz, ők is be fognak jönni, tehát amit említettem, dátumot, amikor itt át lesz adva minden, ez ugye szeptember végé, október eleje, lesz egy nyitvatartás, és természetesen ugyanúgy fogják használni, mint ahogy eddig is használták. Ugyanúgy délötönként, aki ugye iskolások is vannak szeptembertől, azokat is természetesen ugyanúgy használhatják ezt tehát az atlétikai jellegű, tehát az ugrót, ugye azt át kellett helyeznünk a kandalábelek miatt, távolugrógödröt, illetve hát a futópályát azt ugyanúgy használhatják. Azért is kezeljük itt, hogy mindenki ugyanúgy használhatja. Csak azt meg kell érteni, hogy ez egy nem kis érték, azért itt azért vigyázzunk. Így tehát a futballisták mellett a futók is állandó vendégei lehetnek a pályának és közvetlen környezetének. További jó hír a Petőfi-szigeti központtal kapcsolatban, hogy a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány sikeresen pályázott az öltözőépület felújítására, így tavasszal várhatóan az épület is kibővül és modernebb lesz.
A sportmagazinunk végére értünk, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Friss összeállítással jövő héten csütörtökön este jelentkezünk ismét. Sportos napokat kívánok, viszontlátásra!